Üdvözlöm Önöket! Négy nyugalmazott bíboros nyilvánosságra hozta Ferenc pápának írt levelét, melyben a családról szóló vatikáni szinódust követően kiadott a szeretet öröme kezdetű apostoli buzdítás tanításaira vonatkozó kétségeiknek adtak hangot. A mély teológiai tartalmú dokumentum 5 kérdést tesz fel. A bíborosok hangsúlyozzák, hogy az apostoli buzdítás említett részei tévejgést és zavart keltenek a hívőkben, és a teológus tudósok is eltérően magyarázzák őket. Arról a fejezetről van szó, amely az egyházi esküvő után elvált és élettársi kapcsolatban élőknek a bűnbocsánatban és áldozásban való részesülését taglalja. A bíborosok levelükhöz bevezetőt és magyarázatot is fűztek, hangsúlyozva, hogy nem az egyház fő ellenfelei. Úgy fogalmaztak, hogy a lelkek legfőbb javáért érzett mély aggodalom vezérelte őket. Ferenc pápa az Irgalmasság szentévének végére, november 19-ére és 20-ára tanácskozásra hívta össze a bíborosokat a Vatikánba. A világbajnoki címvédő német futballválogatott tagjait fogadta Ferenc pápa a Vatikánban. A magánaudiencia keretében zajlott találkozó körülbelül egy órás volt. A pápa a Mannschaft, vagyis a csapatjáték fontosságáról beszélt a labdarúgóknak. Elmondta, hogy a versenysportban nem elegendő a fegyelem és a személyes áldozat, hanem a másik tiszteletére és a csapatszellemre is szükség van. Az így elért siker pedig ráébreszti a sportolókat felelősségükre a focipályán kívül is, többek között a fiatalok iránt, akik példaképüknek tekintik őket. A csapatkapitány egy bekeretezett, mindenki által aláírt német válogatott mezt ajándékozott az egyházfőnek, aki örömmel vette át a szuvenírt. Végül a Szentatya megköszönte a látogatásukat, és minden jót kívánt nekik a sportban és a társadalmi szerepvállalás területén egyaránt. A pápai látogatás a német válogatott kétnapos római kirándulásának csúcspontja volt. A küldöttség ezután Milánó felé vette az irányt, ahol kedd este a házigazda olaszokkal csap majd össze barátságos mérkőzésen. Óvakodjunk attól, hogy langyos keresztényekké váljunk, mert így szem elől tévesztjük az Urat. Erre figyelmeztetett Ferenc pápa kedden reggel a Szent Mártaház kápolnájában bemutatott szentmisén. A Szentatya elmondta, hogy az Úr mindig ki akar javítani minket, föl akarja ébreszteni langyos lelkünket. Ezért észre kell vennünk, amikor az Úr kopogtat az ajtónkon. A pápa szerint vannak olyan keresztények, akik nem veszik észre a kopogást, mivel minden zajt egy kalap alá vesznek. Fohászában ezért Ferenc pápa azt mondta, hogy a Szentlélek adja meg nekünk a kegyelmet, hogy mindig meg tudjuk különböztetni ezeket a hívásokat. Szentmise keretében zárta le Császár István egyházmegyei kormányzó a Szent Márton születésének 1700. évfordulójára meghirdetett jubileumi évet a Szombathelyi Egyházmegyében. Szentbeszédében Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek példaképként állította Szent Mártont az emberek elé, mint aki az igaz hitet megtartotta és cselekedte a jót. A szentmise végén pedig a kormányzó és az érsek együtt imádkozott Szent Márton oltáránál. Szombathely híres szülöttét, az egyház első nemvértanú szentjét ünnepelte a Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely és a világ keresztény katolikus közösségei az elmúlt egy évben. Szent Márton az ókori Szaváriában, amely Szombathelyen látta meg a napvilágot, ráadásul az egyházmegye patronusának is választották az alapításkor. Zsúfolásig megtelt a Székesegyház az ünnepi szentmisére, amelynek keretében Császár István lezárta az egyházmegye jubileumi évét. Szent Márton kultuszának ápolásáért az egyházmegye három papja Szent Márton érmet vehetett át a kormányzótól. A Vas és Zala megyei kormányhivatalok díszkardot készítettek és adományoztak az alkalomra az egyházmegyének. Puskás Tivadar szombathelyi polgármestere pedig egy, a Szent Mártoni köppeny megosztást ábrázoló új polgármesteri címerrel díszített zászlót adott át Császár Istvánnak és Sauerman Jánosnak, a Szent Márton templom plébánusának. A tiszta katolikus hit megőrzésére mutat példát az apostolok után Szent Márton is, mondta ünnepi szentbeszédében Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek. Kiemelte, ugyanilyen fontos, hogy tegyük is a jót. A jubileum év meg is szűnt, folytatni kell mindazt, amit Szent Márton példájával elénk adott. Hogy legyünk mi is lélekben Krisztus katonáivá, őrizzük a hitet, és jó cselekedeteinkkel tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról. A szentmise végén a kormányzó és az érsek együtt imádkozott Szent Márton oltáránál, kérve a szent közbeni járását az egyházmegyére és annak leendő püspökére.
Ónos eső miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára. Az előrejelzés szerint Pest, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megyében kell gyenge ónos esőre számítani. A várt csapadék mennyisége csak néhány tized milliméternyi lesz. Ónos esőben viszont az autóval utazóknál a többszörösére növekedhet a féktávolság, így a megszokottnál óvatosabban, nagyobb körültekintéssel kell közlekedni. A téli időjárás beköszöntével így mi is fokozottan figyeljünk oda egymásra. Újabb madárinfluenza megbetegedéseket találtak három magyarországi településen. A vírus jelenlétét mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Bács-Kiskun megyei Bugacon, Kisszálláson és Kelebián. Így ötre emelkedett az érintett magyarországi települések száma, ugyanis korábban egy tótkomlósi pulykaállományban és egy kiskunmajsai kacsatartó telepen jelent meg a betegség. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete szerint a vírus mintegy két hónapja bukkant fel, és a récefélék vándorlási útvonala mentén található összes ország érintett. A H5N8 vírus törzs a baromfi állományokra veszélyes, emberi megbetegedést nem okozott. Közben az országos főállatorvos az érintett három megyében elrendelte a baromfik zártan tartását. Kártérítést kaphatnak a Honvéd egészségpénztárban ragadt pénzük után a katonák és a rendőrök, ezt jelentette be az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának fideszes elnöke a testület keddi ülése után Budapesten. Kósa Lajos elmondta, hogy a kifizetések januárban kezdődhetnek, a feltöltős SIM-kártyákra vonatkozó szabályozás szigorításáról is tárgyalt a testület. Harangozó Tamás, a testület szocialista alelnöke az ülés után elmondta, hogy a javaslatba több általuk javasolt módosítás is bekerült, de ezzel együtt sem fogják megszavazni az előterjesztést, mert az olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek akár 30 éves titkosítást is lehetővé tesznek, akár folyamatban lévő perekre vonatkozóan is. Mirkóczki Ádám jobbikos képviselő szerint pedig a SIM-kártyák szabályozásáról szóló javaslat nyomán keretek közé szorítanák, hogy egy természetes személy hány kártyát birtokolhat. Elmondta, hogy a magyarországi szabályozás szükséges, de nem elégséges. Szerinte ugyanis a környező országokban is hasonló szigorításokra lenne szükség. Véget ért az idei parlagfű szezon, a parlagfű virágzása és pollenszórása befejeződött. Ezt közölte a Földművelésügyi Minisztérium. Az illetékes hatóságok idén a november elejé adatok alapján országszerte 2276 parlagfű foltot derítettek fel, a legnagyobb fertőzött terület pedig Pest és Somogy megyékben volt. A november 10-i adatok szerint több mint 99 millió forint növényvédelmi bírságot szabtak ki. A fertőzött területek ellenőrzése még július 1-jével indult, a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható növényvédelmi bírság mértéke pedig 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Népszavazásra bocsáthatja Törökország a jövő évben az EU csatlakozási kérdését, ezt mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök Ankarában. Erdoğan a múlt héten arra kérte az EU-t, hogy döntse el végre, fel akarja venni Törökországot a tagállamok közé. A török államfő hétfői beszédében jelezte, hogy 2016 végéig várnak türelemmel. Erdoğan hozzátette, a referendumon a halálbüntetés visszaállításának kérdését is felvethetik. A márciusban kötött EU-török menekültügyi megállapodás Törökország csatlakozási tárgyalásainak felgyorsításáról is rendelkezett, de a július 15-i puccskísérletet követő törökországi tisztogatások aggodalmat keltettek Brüsszelben, és a kapcsolatok Ankarával mélypontra jutottak. Telefonon hívta fel Vlagyimir Putyin orosz államfő Donald Trump megválasztott amerikai elnököt. A beszélgetés során mindketten hangsúlyozták, hogy aktívan együttműködnek az amerikai-orosz kapcsolatok normalizálásában. Ezt jelentette be hétfőn késő este a Kreml sajtóosztálya. A hivatalos közlés szerint Putyin és Trump megállapodtak abban, hogy telefonon keresztül kapcsolatban maradnak, és a későbbi időszakra személyes találkozót helyeztek kilátásba. Azonos véleményen voltak azzal kapcsolatban, hogy szükség van erőfeszítéseik egyesítésére a nemzetközi terrorizmus elleni harcban, és a közlemény szerint megvitatták a szíriai válság rendezésének kérdéseit is. És most egy érdekesség, befejeződött az új acélszarkofág építése a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris szerencsétlenség által sújtott csernobili atomerőműben.
A szakemberek most megkezdték a létesítmény rátolását a sérült atomreaktorra, ezt jelentették kedden ukrán hírforrások. Az árkád formájú szerkezet 36 ezer tonnát nyom, 110 méter hosszú, 105 méter magas, a világ legnagyobb mozgatható kupolája. Várhatóan 100 éven át nyújt majd védelmet a radioaktív sugárzás ellen. A világ eddigi legsúlyosabb atomerőművi katasztrófája 1986-ban következett be. A sérült blokk fölé akkor egy átmeneti vasbeton szarkofágot emeltek, melynek állapota folyamatosan romlott, repedések keletkeztek rajta, ezért kellett most új acélszarkofágot építeni. Köszönöm a figyelmet, híreinket látták, ha tehetik, továbbra is támogassák televíziónkat, hírműsorunkat, és ha információik van számunkra, küldjék el nekünk. Most pedig maradjanak velünk, ugyanis megtudhatják, milyen idő várható a napokban, lassan beköszönt a tél, de jöjjenek a részletek, viszontlátásra!